A közfoglalkoztatás célja, hogy a munkanélkülieket visszavezesse az elsődleges munkaerőpiacra, emelte ki a közfoglalkoztatási fórumon tegnap Hegedűs Zoltán alpolgármester. Hetekkel ezelőtt a Susáni Lakossági Fórumon vetődött fel a közfoglalkoztatást érintő találkozó megszervezése. Tegnap mégis mérsékelt érdeklődés fogadta a részletekbe menő tanácskozást, annak ellenére, hogy a szervezők több helyen is meghirdették. Nagyné dr. Tari Ibolya, a személyzeti csoport vezetője, közfoglalkoztatásról tartott előadást a Városháza dísztermében. Mint kiemelte, vannak országos hatáskörbe tartozó programok, de vannak olyan feladatok, amelyeket az önkormányzat felügyel, például az erdőtelepítés, kátyúzás, belvízelvezetés és a mezőgazdasági mintaprogram is ide tartozik. Start munka mintaprogramban 192 álláshelyen foglalkoztathatunk március 1-től egy éven keresztül személyeket, a hosszabb időtartamúban pedig 153 álláshelyen. El kell mondanom sajnos, hogy a mai napon is van 29 betöltetlen közfoglalkoztatotti álláshelyünk. A fórumon Hegedűs Zoltán alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a közfoglalkoztatás átmeneti foglalkoztatásnak minősül, amelynek az az elsődleges célja, hogy visszaszoktassa a munkavállalókat az elsődleges munkaerőpiacra.